Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt megnézzük azt, hogy mi várható szeptember hónapban a vízöntő jegyében születetteknél. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Jelenleg van egy akció. Ha írsz egy e-mailt, én ezt megválaszolom, és megkapod tőlem a te személyes szerencse számodat, mindez ingyenes. És most megnézzük azt, hogy mi várható szeptember hónapban a vízöntő jegyében születetteknél. Az első hét itt látható felül. Ez a kép jelenthet egy bírósági ügyet. Itt győzni fogsz, hiszen a nap megvilágít valamit, kiderül az igazság. Az is lehet, hogy benne vagy egy bizonyos helyzetben, ami igazságtalanságnak tűnt. Vedd kezedbe a dolgokat, vizsgálj még át valamit, és akkor itt van a fellépésed, a kisugárzásod, itt van a győzelem, a gyermek jelentheti az ártatlanságodat, vagy egy új irányt. Itt láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz, különösen ami az anyagiakat vagy a munkahelyet illeti, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, itt az érmék szintén az anyagiakra utalnak, vagy a munkára, vagy a hivatásra, de itt látható a család is, és lesz egy új kezdet. Itt a világ jelenthet külföldi kapcsolatokat, ezek lehetnek internet kapcsolatok is. Második hét, szeptember hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy itt a királynő, és uralkodsz a helyzet felett. Kimutatod a tűz elemét, az jelenti a bátorságodat, a lelkesedésedet. Itt előtted megjelennek az utak, ezek lehetnek találkozások, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy jelentheti a döntéseket is, hiszen elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, és a nap megvilágítja az utakat, látni fogod azt, hogy milyen irányba kell tekinteni. A gyermek itt jelent egy új kezdetet, és ez a gyűrű, ez lehet kapcsolat, lehetnek szerződések. Az is előfordulhat, hogy valaki visszatér a múltból. Itt a virág jelenti az ártatlanságot, vagy azt, hogy itt tisztázódik valami. Itt van egy férfi, aki közeledik hozzád. Átnyújtja ezt az arany érmét, az jelenti az érzelmeit. Barátilag közeledik, de itt mellette ott van a lilium, és az jelenthet szexuális témákat is. A csillagok szerencsét hoznak, vagy jelentik az időt, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, és minden úgy alakul, ahogy a csillagokban ez meg van írva. A ház az lehet egy látogatás, vagy jelenteti az otthonodat, a családot, vagy egy közös otthont. Az is lehet, hogy a csillagkép jelent egy spirituális területet, és a ház azt, hogy ezt szeretnéd kiépíteni, vagy van munkád, foglalkozás otthonról. Harmadik hét, szeptember hónapban itt látható. Benne vagy egy szükös helyzetben, vagy ő van egy szükös helyzetben, de kilép ebből. Van még bizonytalanság, de ez a kart segít a bizonytalanságokat, vagy ezt a szükös helyzetet elvágni, eltávolítani. Amit a kart még jelent, ezek a döntések, és ebbe az irányba mozognak az események. Ez a kereszt jelentett egy spirituális területet, vagy a hitet, de a döntéseket is, hiszen
ezzel a lovas hintóval elérkezel ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Az, hogy kilépsz, vagy kiléptek ebből a szűkös helyzetből, ez szerencsét hoz, és így uralkodsz a helyzet felett, melletted megjelenik a kulcs, jelenti a magabiztos fellépésedet, vagy a lehetőségeket, hiszen ezzel a kulccsal ki lehet nyitni egy új ajtót, ez lehet egy ajánlat, lehetnek lehetőségek, és a varázsló segít neked, segít az élet, utadon megvilágít bizonyos témákat, ami szerencsét hoz. A varázsló jelentheti a varázslatos kisugárzásodat, vagy ezt a vonzalmat kettőtök között. Ha egy hölgy vagy, megjelensz itt, mint egy uralkodó nő, és uralkodsz a helyzet felett. Utolsó hét, szeptember hónapban, itt alul látható. Vannak még sebzett emlékek a múltból. Ez lezárul, és győzni fogsz. Itt megjelensz, mint egy királynő, megvan a büszke tartásod, döntéseket hozol, és itt újra megjelenik a szív, de nem sebzett, hanem itt van ez a gyógyító erő, és szerencsét hoz a szerelmi élet területén. Itt ez a hajó jelenti a reményt hozzám, vagy lehet egy külföldi kapcsolat, itt van a mozgás, az utazás. Ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. Lesz közeledés, itt van a szerelem, itt is megjelenik a szerelem, és lesz egy sorsdöntő változás. Nem csak a szerelemben van a remény és a szerencse, hanem a pénz útban van hozzád. Ez az arany érem lehet az anyagiakat illetően egy ajánlat, de lehet egy munkahelyi ajánlat is, és ez is útban van hozzád. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rád!